Az év sportolója Gálán kapott MLS életműdíjat a 76 éves Mészői Kálmán, a Szőke Szikla, aki játékosként és edzőként is volt VB résztvevő, labdarúgóként 61-szeres válogatott, EB bronzérmes trénerként nemzetközi szintre jutott tudásával. A kitüntetés kapcsán az őt a színpadra kísérő fia Mészői Géza, a vendégünk. Szia Géza, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jól ismerted édesapádat ilyen oldalról is, hogy a nagy vagány ennyire képes meghatódni? Igen, az elmúlt időszakban azért, és talán egy picit ez a, ez a, betegség is azért ilyenkor belejátszik, hogy, hogy érzelmesebb ember volt mindig is, de most talán különösen, hát főleg amikor kiléptünk a színpadra, én is éreztem ennek a hatását, és, és azért elérzékenyült ennyire. De, de azért humoránál is volt, és önironikus is tudott lenni, amikor azt mondta, hogy mennyire gyenge pali vagyok, úgyhogy de óriási este volt, és hát nagyon nagy megtiszteltetés volt az egész család számára, de, de az apu nevében is mondhatom, hogy fantasztikusan jól esett neki, hogy, hogy gondoltak rá az MLS vezetői, és ahogy pedig ott a, a közönség fogadta, hát Lubickolt nagyon-nagyon élveztek. Azt lehet mondani, hogy a pálya meg a kispadon mindig is kemény volt, mint a szikla az életben, viszont egy érzékeny fickó? Igen, tehát, hogy óriási, meg volt benne a, a, a nagyon keménység is, de nagyon-nagyon de a, a, a szív ember a, a mai napig, és, és ez az őszintesség szerintem ez is az ő végénye. láttad te életed során édesapádat gyakran könnyezni? Igen, amikor visszaemlékszem még gyerekként, ugye a 82-es világbajnokságon, amikor ugye a belgák ellen ugye nem sikerült a továbbjutást kivívni, és Vitrai Tamással beszélgetett a mérkőzés követően, és akkor is megkönnyezte, hogy hogy nem tudott a csapat továbbjutni. Úgyhogy már abban az időben is azért ez az érzelmi kitörések meg megvoltak benne, de, de ő ettől volt érzésem szerint hiteles. Hogy van egyébként a nagy öreg egészsége most? Ez most nagyon-nagyon jót tett az állapotának, és ezt szeretnénk családilag is ezt meglovagolni és megfogni, hogy hogy minél többet tudjunk vele lenni, és minél több programot tudjunk neki csinálni. Az a legrosszabb, hogyha, ha, ha, ha éppen csak otthon van, és az elmúlt időszakban azért nagyon sokszor volt az úgy, hogy nem mozdult ki otthonról, és a, a, ott is a, a színházban, és az MLS vezetése nagyon-nagyon örült, hogy hogy végre már találkozhatott vele ismét, és ő nagyon várják bent az MLS-ben is, hogy hogy megjelenjen, és ez neki is azt hiszem, hogy a további töltést fog tudni adni. A társaságban is emberek közé kell mennie. Pontosan. Fontosnak tartjátok. Igen. Neked ö, ö, példaképnek számít, okozott lelki gondokat ö, a te karrieredben, életedben az, hogy hát uhatatlanul vele hasonlítottak össze? Igen, hát el kell mondjam, hogy, hogy nekem mindig is a, a, példaképen volt, mind játékosként és edzőként is, és, és hihetetlen büszke vagyok rá, most aztán különösen, de, de amikor én úgy döntöttem, hogy Ciprusra igazolok, és a francia évek után vele dolgozhattam együtt, akkor az azért is történt, hogy, hogy én onnan testközelből mit tudok tőle ellesni, és és ez nagyon-nagyon szép időszak volt, ha még kemény is volt az elején, mert egy másodosztályból visszajutó csapat, az Limassolnál dolgoztunk mind a ketten, de nagyon nagy dolgot tapasztaltam akkor, amit a mai napig is tudok kamatoztatni az edzői pályafutásom alkalmával. Az ő életében jogos a kérdés, hogy ő maga, maga mit tart többre a labdarúgói, vagy az edzői pályafutását? Mind a kettő nagyon erős volt. É, igen, igen, hát... A, a játékos pályafutása az, az valami hihetetlen, tehát nekem azért volt nagyon nehéz, mert nagyon magasan volt a léc. És főleg most látva itt a mérkőzéseit, egyre több mérkőzés kerül most elő, éppen a, a 72-es hamburgi, mérkőzését, ami Uwe Zélernek a búcsú mérkőzésén játszott, és azt láthattam teljesen 90 percig végig azt a mérkőzést, hogy micsoda nagy játékosok között játszott, és hogy mennyire tudott futballozni az apu. Úgyhogy ezt azért én gyerekkoromban is ezt én tudtam valahol, úgyhogy éppen ezért nehéz volt ezt, ezt a lécet megugrani, de, de azt hiszem, hogy azért helytáltam, hogyha nem is tudtam azokban a magasságokban játszani és a válogatottságig eljutni, de egy bizonyos szintig azért én is tudtam hozni magam, úgyhogy nagyon nagy büszkeség. Ő ezt hogyan oldotta fel benned annak idején? Mi volt a pedagógiája ilyen szempontból a fiaival szemben? Hát az, hogy rettentő keményen fogott, és, és sosem éreztette velünk azt, hogy na, ti, ti azért kiváltságosok vagytok, és hát te vagy a, a mészők Kálmánnak a fia, hanem pont az ellenkezőleg, hanem nagyon-nagyon keményen Fegyelmezetnek kellett időpontokat betartani, előre köszönni például a gyereknek, ez az nagyon, nagyon belénk verte a bátyámmal együtt, és nem engedett, hogy, hogy komoly cipőkbe játszunk először, pedig megtehette volna, hanem azt mondta, hogy ott a vasaspályán, a salakon neked nagyon jó lesz ez a másik márka is. Úgyhogy ez, ez jó volt, ez a keménység. A lift kulcsot elvette tőlem például olyan lakásházban éltünk, ahol, ahol még ilyen kulcsos volt, és akkor azt tessék mondta, gyalog járni? Szépen tessék fölpattanni a lépcsőn. Tehát hogy ez, ez nagyon jó volt, ez a, ez a keménység, és és azt hiszem, hogy hogy ez az egész életem során nagyon-nagyon jó alapokat biztosított. Úgyhogy jó, jó apa is volt, azt hiszem, hogy ha keveset is volt velünk, de de azért nagyon-nagyon jó volt a, a családi ebédeknél együtt lenni és, és átbeszélni az élet nagy dolgait. Edzői szempontból a karakteretek meg a habitusatok között mi a különbség igazából? Amilyen ő volt, és amilyen te? Igen, először én azért lényegesen nyugodtabb voltam, amikor elkezdődött az én edzői karrierem fotón kezdtem edzősködni, de aztán utána egyre jobban bele tudtam magam élni, és bele tudtam hergelni magam, és, és azt hiszem, hogy ez, ez, ez fontos volt, hogy az, az, a bennem is megvolt és megvan az a fajta hevesség és tüzesség, hogy át kell adni a játékosoknak, ugyanakkor meg higatnak is kell maradni, és a középutat megtalálni, talán ezért is volt nagyon hasznos az a, az a ciprusi egy év, amit együtt töltöttünk. Hogy, hogy, onnan ezeket nagyon-nagyon láttam, hogy mi az, ami hasznos megítélés szerint, és mi az, amit egy picit esetleg el kell engedni, de mindenképpen egy nagy, nagy, nagy példaképő nekem. Neki a ja, vasas volt a minden, ott mm. e -hát, játszott, és többször volt a e -hát, csapat edzője is. Neked is ennyire fontos, neked is volt klubod a vasas? Igen, belém ivódott, e -hát, és amikor az edzői karrierje e -hát, Vidékre szólította, Békés Csabán volt edző, és jött a, a Vasas Békés Csabára, és én meg kitettem a piros-kék zászlót, függetlenül attól, hogy nagyon szerettem Békés élni, és azokat a játékosokat, Pásztor Józsi Kerekes Attila, féle Békés de mégis nekem a, a Vasas akkor már nagyon-nagyon belém jívódott, és nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy nekem is ugye a nevelő klubban ott játszottam először, és, és lehettem edző is. Úgyhogy azért ezt nem tudom elfelejteni, hogy ott, ott szívtam magamba a focinak a szeretetét, és, és bemehettem még az, az apuhoz, amikor még játékos volt, ugye Ilobszki Rudi bácsi volt az edző, és helyet bekétszkedtem, hogy akkor hagy lehessek ott az öltözőben és az edzésen. Úgyhogy ott, ott szerettem meg a, a klubot és, és, és az egész csapatot. Abban akarod követni az ő példáját, hogy te is többször legyél majd még a vasos vezetőedzője? Igen, igen, nem lenne eh, ellenemre, de meglátjuk, hogy mit, mit, hoz majd a jövő. Úgyhogy, de hát a, a az biztos, hogy egy, nagyon nagy szerelem, azt hiszem mondhatom az egész család nevében. Ja, legutóbb a haladásnál dolgoztál, és utána, amikor beszélgetünk, akkor is mondtad, hogy hogy ez nálad lenni szokott időről időre, a feltöltődést, te szakmailag szeretnéd képezni magad, rövidesen a Real Madrid ott is meglátogatod egy tanulmányút keretéig, szóval mi, mi most a dolgod, mikor szeretné újra leülni kispadra? Igen, ahogy én ezt már egy jó párszor nyilatkoztam, hogy az a jó érzésem szerint, hogyha egy edző úgy tudod oda menni, hogy amikor elindul a, a szezon és akkor az egész játékos kerettől kezdve az egész felkészüléstől tudja irányítani, úgyhogy nem olyan tragédiának élem meg, hogyha éppen nyáron jut majd nekem kispad. Szeretném, hogy ez, ez, megtörténjen. Addig viszont, ahogy, ahogy említetted, ez a föltöltődés, az a szakmailag egy picit belenézni külföldi kluboknál. Most a Real Madridhoz van szerencsénk a Mészői Focisuli vezetésének elmenni, és azért, mert az egyik 2005-ös születésű kis játékosunk az a megtiszteltetés érte, hogy a Real Madrid utánpótlás csapatában játszhat, a szüleivel együtt ott kint élnek, és a, és a szülők, és a Real Madrid utánpótlásának a vezetésével nagyon jóba vagyunk, megtiszteltek már bennünket itt két évvel ezelőtt a, a Mészői kupánkon, hogy a Real Madrid is itt volt, és most egy picit visszainvitálnak bennünket, és remélem, hogy idén nyáron ismét a Real Madrid megtisztel bennünket, és eljönnek a, a kupára. Úgyhogy ez inkább az utánpótlásról fog szólni, de természetesen ki tudunk azért menni az első csapat mérkőzésére, és majd szombaton a La Coruña ellen. És aztán tervezem még, hogy, hogy akár Dárdai Palihoz, illetve Lőv Zsolthoz szeretnék kimenni Németországba, illetve Bese Barna, aki a volt klubban, a játszik. Tehát, hogy szeretném ezeket egy picit végig látogatni, ezeket a klubokat, hogy, hogy tapasztalatot szerezzek, és még, még további fejlődésemhez soha nem lehet megállni, hogy, hogy a lehető legjobbat tudjam majd kihozni majd az aktuális csapatomnál. Lehetőleg nyártól. Így van. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.